Stúdium mai vendégei Kovács Péter, kerületünk polgármestere, Hajdú Károly rendőrlevezredes, a 16. kerületi rendőrkapitányság vezetője, és dr. Kis Marianna, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatója, valamint a kardiológiai szakambulancia vezetője. Üdvözlöm Önöket! Jó napot! Jó napot! Először Kovács Péter úrhoz fordulok, és rendhagyó módon szeretnék néhány személyes jellegű kérdést feltenni. Kovács Pétert, mint polgármestert már mindenki ismeri a kerületben, viszont Kovács Pétert, mint magánembert szerintem sokkal kevesebben. Határeset, mert az utcában mindenki ismer. Hamarabb laktam ott, mint ahogy polgármester lettem. Igen, a nagymamám is ott lakott, úgyhogy azért viszonylag sok ember ismer. Ez lett volna az első kérdésem, hogy aki még nem tudja, milyen személyes kötődése van a 16. kerülethez? Hát én itt születtem, illetve hát hazudok, mert nem itt születtem, mert a Péterfi Sándor utcai kórházba születtem, de ide hoztak haza. Úgyhogy már nagyon-nagyon régóta sashalmi gyerek vagyok. Világéletemben a kerületben laktam. Egyszer vita van rajta, hogy az Mátyáshoz vagy Sashalomhoz tartozik, mert a Futórózsa utcában laktunk, meg kb. Ott laknak ma is, ami a lakótelephez tartozik. És a lakótelep egyik fele, ahol ők laknak, szerintük Sashalom, a másik utca másik fele meg Mátyáshoz. Ha ezt Sashalomhoz veszik, akkor világéletemben Sashalmon laktam, de ott több helyen. Laktunk a Kócs utcában, ez ott a piac környékén van, az Egyenes utcai lakótelepen, a Centerelmi lakótelepen. Most meg ott lakunk, ahol a nagymamám lakott az Újkőványa utcában, Sashalmon, és a ő házát bontottuk le, és építettünk helyette. A családjáról beszélne egy kicsit? Igen, van anyukám, apukám, ne, és viccelek. Nem, hát ugye a szüleim is nagyon régóta itt laknak. Anyukámnak azon beírva a személyéből, hogy született Sashalmon, mert ő tényleg háznál született, és annak idején úgy könyvezték, hogy Sashalmon született. Apu is, meg anyu is ezik a Ruszba dolgozott. Ketten együtt 70 évet. Ezt múltkor kiszámoltuk, hogy apu 42-et, anyu 28-at. Tehát viszonylag sokat, így ikaruszosnak számítok, én is tiszteletben ikaruszosnak. Bár összességében egyetlen egy hónapot dolgoztam az ikaruszban nyári munkán, úgyhogy csak belekóstoltam abba a családias légkörbe, ami ott van, a 12 ezer ember, aki ott dolgozott. Mit mondjak, még ide jártam óvodába, iskolába, általános iskolába, aztán középiskolába már átmentem Zuglóba, egyetemre meg még Budára is át kellett menni, de egyébként mondom, világéletemben itt laktam. Nagyon sok régi ismerősöm van, akivel egy osztályban jártam, vagy a szülei, vagy bárki más, aki. Meg hát a piacon azért szombatonként meg szoktak állítgatni, hogy a polgármester, én csak azt szeretném mondani, hogy. Úgyhogy van nekem hivatalos fogadórám, meg nem hivatalos. Ha már a családnál tartunk, mit szólnak ahhoz, hogy nagyon kevés szabad ideje van? Feltételezem. Már hogy az én családom mit szól hozzá? Igen. Hát az az igazság, hogy amikor én az üzleti életben dolgoztam, mielőtt polgármester lettem, akkor is sokat dolgoztam. Tehát mondhatnám, hogy hozzászoktak ehhez a dologhoz. A feleségem áldott jó az, hogy nem panaszkodik erre. Másra sem nagyon szokott, de erre kifejezetten nem panaszkodik. A gyerekek inkább, de most már ők is nagyok, hát már a legkisebb is 12 éves, a legnagyobb meg már 20 egyetemista, úgyhogy már nem annyira igénylik apukát. Mivel tölti a legszívesebben a szabad idejét, amikor van ilyen? Olvasni szoktam. Az nagyon jó az olvasás abból a szempontból, hogy mielőtt lefekszem, olvasok. És egy nagy probléma van, hogy általában reggel nem tudom, hogy hol hagytam abba, mert valahogy így olvasok, és akkor valahogy úgy lemarad a vége. De aztán mindig újra szoktam kezdeni. Aztán mit szoktam még csinálni szabad időmben? Hát várjanak, ki kell számolni. Sportol valamit? Hát, sportoltam. Most már nem sportolok, pedig kéne. Régen a Ikarusznak voltam atlétája, ami egyébként egy nagyon jó egyesület volt akkor is, bár akkor még salakon futottunk, és az egész más volt a légkör. Majd amikor az orvos eltiltott az atlétizálástól, akkor átmentem a Ikaruszba kézilabdázni. A világverő Ikarusz kézilabda csapatát erősítettem, mert azt hiszem Budapest negyed osztályban játszottunk, de nagyon jó élményei vannak, tehát nagyon jó csapatsport. A kézilabda mindenkinek csak ajánlani tudom. Most már úgyis teremben játszák, nem úgy, mint mi szabadtéren salakon. Annak is volt azért egy bája, amikor az ember az edzés után szedegette ki a salakot a bőre alól, de azért most már nem így csinálják, most már tényleg teremben játszanak. Úgyhogy ezt a két sportot üztem én, meg hát sakkoztam, meg ilyenek, de ez nem tudom mennyire számít sportnak, bár állítólag a sakkoz annak számít, a dominó végképp nem, de azt is tudok játszani. Kártyázni szeretek, ez az még szabadidőmben, kártyázni szoktam a családban. Most már mindegyik gyerek tud kanasztázni, úgyhogy most már fantasztikus partik vannak. Áttérve a hivatali munkára, a lakosság már harmadízben szavazott bizalmat önnek a polgármesteri székben. Ez azt jelenti, hogy elégedettek a munkájával,
és rengeteget fejlődött a kerület. Az eddig elért eredményei közül mire a legbüszkébb? Hogy mire vagyok a legbüszkébb? Hát szerintem arra, hogy a önkormányzat képviselőtestületében meg tudtuk azt őrizni, hogy itt pártpolitizálás nincsen. Tehát itt, akit megválasztanak képviselők, teljesen mindegy, hogy milyen párt színeibe választották őket meg. Bárha még eleinte próbálkoznak is, én ezt írtam. Tehát, hogy ne legyen itt pártpolitika. Nem állítom, hogy mindig minden képviselő ezt érti. Én mindig elmondom, hogy itt nincs senki ellenzékben, itt mindenki kormányon van, mindenkinek van lehetősége dolgozni. Mindenki pártjától függően mondjuk, ami úgy gondoljuk, hogy közel áll hozzá, mondjuk mit tudom, az LMP-nek mondjuk a környezetvédelem, akkor a környezetvédelmi bizottság vezetője. Ha mondjuk, amit tudom, a Jobbiknak a rend, akkor ő mondjuk a közbeszerzési bizottság elnöke, hogy biztos minden rendben legyen. Tehát, hogy így próbáljuk felosztani a lehetőséget, hogy mindenki dolgozzon. Ha fejlesztésekre kifejezetten arra kérdez, hogy melyik fejlesztés áll szívemhez a legközelebb, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem a Ikarusz atlétikai pályának a gumiburkolata, mert én emlékszem rá, hogy milyen volt Salakon. De nem biztos, hogy ez a legjobb. Most a legújabb, aminek a legtöbben örülnek, ez a Szilasmenti kerékpárút. Tehát ott az az 5,5 kilométeres kerékpárút, amit majd még akarunk is bővíteni, az a legtöbb pozitív visszajelzést hozta az elmúlt egy évben. Előtte volt ugye nagy beruházás a piac, előtte még előtte az uszodák, aminek úgy nagyon-nagyon örültek, tehát így kimagaslódott a sok fejlesztésből, illetve az útépítések. Volt egy Szentmihály, van egy Szentmihály ismerősöm, az megállított és mondta, hogy polgármester úr, azért vagy te nagyon ügyes ember, mert amikor én 15 évvel ezelőtt ugye mentem volna a boltba, ahol én dolgozom, akkor meg onnan haza, akkor mindig kellett nézni, hogy most melyik utcán kanyarodjak be, melyik sáros, hogy menjek, nem tudom én. Most meg van mindegyik utca aszfaltos, teljesen mindegy, melyiken megyek, mennyivel könnyebb és szebb az élet. Valóban mondjuk útépítésben nagyon el voltunk maradva, de hát ezt behoztuk. Most a közeljövőben várható még valami nagyobb fejlesztés a kerületben? Folyamatosan. Ugye sok programunk van, ebből az egyik az, amiért öt újja van az embernek, hogy minden évben felújítunk egy iskolát, egy óvodát, egy orvosi rendelőt, egy iskolaudvart, meg egy óvodaudvart. Most is csináljuk ezeket, az iskola az már mindjárt kész van, a Kölcsei iskola, az óvoda is kész van, az a Farkashalom utca, az orvosi rendelő az már rég kész van, a Délceg utcai orvosi rendelő, a óvoda udvar, az a Cinkotai Huncutka óvoda udvara volt, az is kész van már, kész van a Herman Otto általános iskolának a sportudvara, és jövőre ugyanez lesz még egyszer. Aztán szeretnénk a szakrendelőbe fejlesztést csinálni, liftet építeni, illetve felújítani, mert az már nagyon rég, és talán már nagyon sokszor romlik el. Sokat foglalkozunk az egészségügyel, mert azt gondoljuk, hogy ez az a kifejezetten fontos dolog. A közbiztonságra adunk, bár itt a közbiztonság kifejezetten jó, tehát ez a rendőrség nagyon jól működik itt a kerületben. Térfigyelő kamerákat azért még szeretnénk bővíteni a megfelelő helyeken. Aztán ami még talán ilyen nagyobb lesz, vagy inkább nem is azt mondom, hogy nagyobb, hanem inkább szimbolikus, ez a Tóth Ilonka háznak a rendbetétele. Ugye Tóth Ilonka kerületünk díszpolgára, 56-os mártír, és a 56-os forradalom 60. évfordulóján szeretnénk átadni az ő szülőházába egy kis múzeumot alakítunk ki, kis emlékszobát, ezt, azt, amazt, és azt szeretnénk átadni. Itt még egy kicsit merészek a gondolataink, mert egyre fogy az idő, és egyre kevesebb a tér, amit be kéne futni, de hát majd megoldjuk valahogy, hogy ez kész legyen. Aztán a kerékpárutat szeretnénk fejleszteni a Naplástóig, ugye most a Simon Gát utcáig van meg, onnan még a Naplástóig ki szeretnénk vinni, illetve a másik irányba a 15. kerületig, mert így akkor elérne már a 17. kerületbe, a 15. kerületbe. Ha ők is odaérnek, akkor ők is megcsinálnak, és akkor már lenne egy ilyen külső kerületi kerékpárút. Aztán szeretnénk belevágni olyan nagyobb fejlesztésekbe, ami egy sportcsarnoknak az építése. Itt terveink már vannak, még egyelőre pénzünk nincsen, mert van egy nagyon jó kézilabda csapat a 16. kerületben, aki rengeteg gyerekkel, valami több mint 100, sőt talán 200 gyerekkel is foglalkozik, de nincs egy szabvány kézilabda méretű sportcsarnok a 16. kerületben, még tornaterem sem. Így is nagyon jó eredményeket érnek el, mindenféle kupákon dobogóra kerülnek, de mennyivel jobb lenne, hogyha tényleg egy szabványpályán tudnának már készülni erre, úgyhogy ez még egy olyan nagyobb álom, amit szeretnénk megcsinálni. Miből tudja a kerület ezeket a fejlesztéseket finanszírozni? Nekem van egy baltával faragott költségvetési gondolkodásom, az úgy néz ki, hogy amit működésre kapunk, azt működésre költjük, amit fejlesztésre, azt meg fejlesztésre.
Szerintem a helyi adóbevétel az fejlesztésre szolgál, amit helyben itt a 16. kerületiekben fizetnek nekünk. Építményadó, telekadó, gépjárműadó, ezek mind-mind fejlesztésre költjük minden évben, így ebből van pénzünk. Az iparűzési adót ugye a fővárosi önkormányzat szedi, abból mi kapunk valamennyit, annak egy részét szánjuk fejlesztésre. Az összes telek vagy ingatlan értékesítésünkbe befolyó bevételt visszaforgatjuk fejlesztésre. Ugyanígy, ha pályázaton nyerünk valami pénzt fejlesztésre, akkor fejlesztésre fordítjuk a pályázati pénzt. Tehát így mindig van egy bizonyos összegünk, és így mindig lesz fejlesztésre, és soha nem fogjuk elkölteni ezt a részt működésre. A működésből viszonylag jól állunk, mert ugye a 2013. január 1-től megváltozott az önkormányzat meg az állam közötti viszony, és most már feladatfinanszírozás van. Mondjuk nem teljes mértékben, mert ugye a országos átlagot finanszírozzák, és nyilván Budapesten mindig egy kicsivel többet kerestek az emberek, több pénz van, meg nem tudom micsoda. De alapvetően azt a feladatot, amit állami feladatot kaptunk, azt finanszírozzák, ahhoz egy kicsit kell nekünk hozzátenni. Ha önként vállalt dolgaink vannak, mit tudom, mondok ilyeneket, mint például az őszi lombgyűjtési akció mondjuk. Vagy olyan, hogy a területi szociális szolgálatnál van a nyugdíjasok szállító szolgálata, hogy kórházba, szakrendelőbe, bevásárolni elviszük ingyen a nyugdíjasokat. Ez mind mindenként vállalt feladat, ilyenekre szoktunk költeni, vagy téli fűtési támogatása nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, kiegészítjük a fűtési költségükhöz, adunk hozzá pénzt. Tehát ilyenekre mindig szakítunk egy kis pénzt. Hál' Istennek itt nálunk nincsenek hiányok, nem is volt. Úgyhogy mi jól állunk, én nem panaszkodom költségvetésére. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy tulajdonképpen a 16. kerület gazdagnak vagy szegénynek számít budapesti viszonylatban? Közepesnek, tehát vannak nálunk több feladattal rendelkező önkormányzatok kevesebb pénzzel, és vannak sokkal több adóval, helyi adóval rendelkezők. Például Kőbányán rendkívüli helyi adóval nem tudják-e mire elkölteni. Nálunk nem annyira, mert nálunk a magánszemélyek nem fizetnek helyi adót, csak a vállalkozások. Igaz, Kőbányán is így van, csak ugye ott olyan akkora nagy vállalkozások vannak, a sörgyártól kezdve a gyógyszergyárak, egy csomó minden, aki rengeteg adót fizet, hogy vannak nálunk sokkal jobbak, vannak rosszabbak, tehát mi középmezőny vagyunk, de ebből próbáljuk kihozni a legtöbbet. Az önkormányzatnak egyébként milyen a viszonya a kerületi vállalkozásokkal? Alapvetően jó. Ma is tárgyaltam épp a kamara képviselőivel, mert a jövő évben egy kis adókönnyítést szeretnénk a vállalkozóknak, és ennek a részleteit beszéltük meg, hogy akkor pontosan kinek, hogyan, meg mint. Nem túl nagy léptékű, ez kétségtelenül így van, de legalább valamiféle apróság, főleg a kis vállalkozóknak, tehát azoknak, akik ilyen 10-20 négyzetméternyi területen vállalkoznak, azoknak egy kis könnyítés lesz jövőre. Ezt egyeztettük. Meg szoktunk általában egyeztetni, sőt a kamara minden egyes bizottságunkba delegál külsős tagot. Tehát minden önkormányzati bizottságban ők ott ülnek, a kamara képviselői, és elmondhatják a véleményüket, informálódnak, megkapják a megfelelő előterjesztéseket, tehát mindenhol ott vannak, elmondhatják a véleményüket, úgyhogy szerintem nincsen különösebben probléma a kapcsolattartásra. Végül még egy utolsó kérdés a munkájával kapcsolatban. Van-e olyan szakterület, ami egy kicsit közelebb áll a szívéhez, mint a többi? A fejlesztések alapvetően. Ugye én a Műszaki Egyetem építőmérnöki karára jártam, így ez talán egy kicsit nekem otthonosabb, úgyhogy a polgármesteri, alpolgármesteri munkamegosztásban is így van. Csomóra a polgármester úr az intézményekért, Feleszánsz a polgármester úr a környezetvédelem, a közbiztonság, ilyen K-betűs dolgokért, én meg a fejlesztésekért, meg a költségvetésén. Úgyhogy talán ez áll hozzám a legközelebb. Valami szakmai ártalom is van ebben nekem, meg egyébként is én azt láttam, amíg nem voltam polgármester, hogy ez egy nagyon jó adottságú kerület, csak eléggé elmaradott. És nem véletlen fejlődő kertváros a mi nevünk, vagy mi ezt próbáljuk, hogy valami olyat nyújtani az itt élőknek, hogy a kertvárosi nyugalom és biztonság mellett a belvárosi fejlődést vagy infrastruktúrát adjuk meg. Ez a távlati cél, vagy ez a gondolkodásmód, hogy ez legyen. Köszönöm szépen, ez meg is adta a zárszót, és áttérhetünk rögtön a rendőrségre. Elhangzott, hogy biztonság. Először is kérném kerületi rendőrkapitány urat, hogy mutatkozzon be a televízió nézőinek, és utána beszélünk kerületünk biztonságáról is. Köszönöm, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a nézőket, akkor engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Hajdú Károly rendőralezetes vagyok, a 16. kerületi rendőrkapitányság vezetője. Ha néhány mondatba szeretném összefoglalni magamról, amit el tudok mondani, pályámat tekintve 1993. augusztus 1-én szereltem föl,
akkor még a zuglói rendőrkapitányság állományra, ide a budapesti rendőrfőkapitányságra, és egészen rövid időt, mintegy 17 esztendőt itt is töltöttem, 6 hónap megszakítással, majd ezt követően 2010-ben a közrendvédelmi főosztályon, majd a budapesti rendőrfőkapitányság biztosítási osztályán láttam el vezetői feladatokat, és utána ért az a megtiszteltetés, hogy 2014. január 2-ától a 16. kerületi rendőrkapitányság megbízott, majd később kinevezett vezetője lehetek. Amikor ide került a kapitányság élére, volt szükség kardinális változásokra, illetve vezetett be lényeges változtatásokat? Én úgy gondolom, hogy minden vezetői váltás hoz valami újat. Én úgy gondolom, hogy nézve a számadatokat, beszélve nagyon sokat polgármester úrral, az itt élő emberekkel, én azt látom, hogy összességében a 16. kerület közbiztonsága évek óta a főváros egyik legjobb kerületének számít, tehát igazából nagy elmozdulások nincsenek. Azért, amikor idejöttem, úgy gondoltam, hogy a közterületi szolgálatot, ha jobban tudjuk tervezni és szervezni, jobb értékelő és elemző munkát végzünk, akkor nyilván hatékonyabban tudunk dolgozni. Akkor odaérünk időben a segélyhívásokra, akkor időben, ha odaértünk, akkor el tudjuk fogni azokat az elkövetőket, akik közterületen olyan erőszakos bűncselekményeket követnek el, ami nyilvánvalóan az itt élő emberek szem előtt történik, tehát a legjobban nyilvánvalóan ez irritálja őket. Úgyhogy ennek érdekében mozdultunk el, és a tavalyi esztendőben az előhözhöz képest mintegy 10 000 órával sikerült ezt a közterületi szolgálatot növelni. Nyilvánvalóan az a cél, hogy akinek nincs dolga a kapitányságon, az menjen ki a közterületre. Én ezt növelem. Nyilvánvalóan van ennek egy észszerű határa, de amíg lehet ezt fokozni, addig én ezt vallom. Én magam is rengeteget járok kint, szeretek a kollégáim között és az emberek között lenni, tehát ezen az úton elindultunk, és én ezt szeretném tovább folytatni. Részben már meg is válaszolta a következő kérdést, hogy hogyan ítéli meg a kerületünk bűnügyi helyzetét. Még mindig mi vagyunk a legbiztonságosabb kerület? Ma ezt november 17-én bizton ki tudom jelenteni, és bízom benne, hogy amikor a számadás elkövetkezik, hiszen a kerületi rendőrkapitányság vezetője minden esztendőben beszámol az elmúlt évi tevékenységéről a helyi képviselőtestületnek, akkor ezt büszkén ismételtetem, tudom mondani. És ezen az úton tudunk tovább menni, mert én mindig csak azt szoktam elmondani egyébként, hogy a mi munkánkat úgy befejezni nem lehet. Valamikor este abba hagyni, aztán másnap ugyanott kezdeni, ahol befejeztük, de szerintem ezzel így vagyunk itt mindannyian, akik itt ülünk. Tehát függetlenül attól, hogy a főváros, bizton mondhatom, legbiztonságosabb kerülete a 16, azért mindig lesz munkánk. Tehát mindig lesz munkánk. Én azt szoktam az én kollégáimnak mondani, hogy nekünk minden sikertelen nyomozás kudarc, és amíg egyetlen egy ilyen lesz, addig nyilvánvalóan dolgozni kell azért, hogy ne legyen. Tehát ezen az úton megyünk tovább. Milyen a rendőrség kapcsolata a lakossággal, és hogyan tartanak kapcsolatot az emberekkel? Több fórum létezik, ahol magam is, illetőleg a kollégáim tartják. Ha igazából alulról építkezve haladunk fölfelé, akkor mindenféleképpen a körzeti megbízotti szolgálatot említeném legelsőnek, akik nyilvánvalóan a saját körzetükben fogadóórákkal, illetőleg személyes kapcsolattartással keresik a lakosságot. Nagyon fontos számunkra a visszajelzés is. Én egy jó másfél éve bevezettem, hogy ahol komolyabb bűncselekmény történik, oda menjünk vissza, kérdezzük meg az ott élő embereket. Hát, ha maradt egyébként bennük valami fajta információ, ami esetleg a nyomozást előre viheti, fogadóórákat tartanak az időseknek, bűnmegelőzési előadásokat, amik nagyon nagy népszerűséggel a színházteremben szoktak megtörténni, és mondhatom, hogy igen, sokan látogatják. Az én ajtom bármikor nyitva van, van akár csak polgármester úrnak hivatalos fogadó napom, ha oda is el szoktak jönni, de egyébként akárki bejön, akár a kerületi kapitányságra, vagy ha megismernek, leszólítanak az utcán, akkor én is keresem a
az itt élő emberek véleményét. Úgy gondolom, hogy a visszacsatolásra egyébként mindenkinek szüksége van, nekünk is. Tehát nem hiszem, hogy létezik olyan szervezet, amelyik ne keresné azt, hogy a másik oldal is erősítse meg azt, hogy igen, ez az irány, ez jó, kapitány úr, ezt kell követni. Nagyon sok embertől kaptam személyesen is ilyen köszönést, akár levél formájában, akár pedig személyesen, amikor megkerestek a hivatalban. Milyen szervezetekkel működik együtt a rendőrség a közbiztonság javítása érdekében? Hát legfőbb együttműködő partnerünként mindenféleképpen polgármester urat és a 16. kerületi képviselőtestületet kell megemlítenem. Azért úgy gondolom, hogy úgy, mint a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében, illetőleg az emellé épülő kivonuló szolgálat szabadidős finanszírozásával lehetőséget biztosít arra, hogy túl a tervezésen plusz rendőri állományt tudunk biztosítani a közterületen. Ezt mindenféleképpen kiemelném. Ha szervezeteket kell megneveznem, akkor mindenféleképpen meg kell említenem Rákosmentei mezőrség kollégáit, vezetőjét, illetőleg az ott lévő kollégákat, akik mérhetetlenül sokat segítenek, és a közös szolgálataink során saját autóval a nap bármely szakában állnak rendelkezésünkre, tehát azt gondolom, hogy erre a támogatásra szükségünk van. Mindenféleképpen meg kell, hogy említsem azt a közterületfelügyeletet, ami itt működik a kerületben, nyilvánvalóan akár a közös szolgálatellátások során, akár a napi együttműködés kapcsán, hiszen ők is az utcán teljesítik azt a szolgálatot, amit végeznek, és azok a jelzések, amik tőlük érkeznek, nyilvánvalóan a mi munkánk során hasznosíthatóak, és itt szeretném azoknak, és véletlenül sem kihagyva őket, azoknak a derék polgárőröknek is megköszönni a munkát, akik nap mint nap, akár rendezvénybiztosításokkor, akár éjszakájukat és szabadnapjukat föláldozva jönnek, és a kollégáimmal közösen látnak ezt szolgálatot. Milyen kiemelt feladatokat tart fontosnak még akár most, akár a jövőre nézve, hogy tovább javuljon a közbiztonság? Nézze, nekem van egy nagy álmom, és lépést is kellene vele tartani, mert polgármester úr említette, hogy azért itt bővül a kerékpár úthálózat. Én szeretném, ha egy, és a fejemben már össze is állt, egy két keréken a kertváros biztonságáért program is elindulhatna. Kettő célja van ennek. Egyrészt sikít a felkérés az egyik oldalról, hiszen azért polgármester úr megemlítette, hogy közel 6 kilométernyi kerékpárút azért már átszelít a kerületet, és ez bővül. Ha valaki végigmegy rajta, akkor látja, hogy ez egy gyönyörű épített környezet. Rengeteg pihenővel, játszótérrel és a többi. Tehát úgy gondolom, hogy ezek védelme a vandárongálóktól. Az itteni közlekedés ellenőrzése azért az elején volt, úgyhogy itt gépjárművel is vidáman ráhajtottak erre a kerékpárútra, tehát úgy gondolom, hogy nem maradhat ellenőrzés nélkül ez a terület. Illetőleg azért példát is szeretnénk mutatni, nem csak ezen az épített kerékpárúton, hanem hogy hogyan kell szabályosan közlekedni. Azért látják, hogy akár a Veres Péter úton, akár a Újszász úton lévő kerékpársávon való közlekedés rejt baleseti kockázatot. Úgyhogy meg szeretnék azt is mutatni, hogy hogyan kell szabályosan kerékpározni. Nyilvánvalóan itt a példamutatás jelleget szeretném hangsúlyozni, meg egy kertváros itt. Én úgy gondolom, hogy a gépkocsi mellett tényleg a legfőbb, néha még szerintem ki is szorítja az egyéb közlekedési eszközöket, főleg az itt helyben közlekedőknek, hiszen azért a M0-ással való összeköttetés befelé a belváros irányában azért megnövelte a forgalmat, ami akár a Veres Péter úton, akár a hátsó útvonalakon elindul. Azért van nekem még egy régi mániám. Van néhány kiemelt bűncselekmény, amiben én ilyen zéró tolerancia párti vagyok, és abban szeretnék minél jobb eredményt elérni, nyilván az évek múlásával, ilyen a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmény, lakásbetörés, a rablás, és azok a közterületi kiemelt garázda jellegű bűncselekmények, amik a lakosságot a legjobban irritálják. Tehát ez örök feladat lesz, akár nekem, akár az utánam következőknek, úgy gondolom.
Végül használjuk most ki, hogy polgármester úr is jelen van. Lenne valami kérése, kérdése az önkormányzat fele, vagy javaslata, hogy hogyan növekedhetne a lakosoknak a biztonságérzete? Hát megmondom, hogy szintén hirtelen ilyen kérdésre nem készültem, és igazából nincs. És úgy képzeljék el, hogy azért a mi kapcsolatunk, mint önkormányzat és rendőrség, illetőleg az önkormányzat által üzemeltetett szervek között, mondhatom, hogy napi szintű a kapcsolat. Tehát én azt szeretném, ha nyilvánvalóan ezt tovább tartana, hiszen az idő az komoly tényező a felderítésben, ha időben kapunk jelzést, és mondjuk nem hozzánk érkezik a bejelentés, akkor azért sok minden eldől az első egy-két órában, egy-két napban. Úgyhogy én ezt a kapcsolatot szeretném fenntartani, sőt, nyilvánvalóan polgármester úrral ezt folyamatosan tárgyaljuk, és megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk ezt még tovább bővíteni. Az áldozat segítésben kezdtünk el beszélgetni egy hónapja körülbelül. Ott szeretnénk az összes civil szervezetet, aki még a kerületben dolgozik, egy zászló alá betömörítve egyfajta olyan jelzőrendszert kialakítani, aminek a központja lehet nyugodtan a rendőrség, hiszen ha bekerülnek hozzánk, akkor azt a szükséges segítséget túl azon, amit mondjuk az önkormányzat tud neki, mi rendőri részről meg tudjuk adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt folyamatosan bővítjük és rakjuk ki az apró puzzle darabokat, akkor előbb-utóbb összeáll egy nagy egész év. És már majd ott tartunk, hogy nincs is mit tennünk. Na ez még messze van. Boldog ember lenni, ha ez így lenne. Így van. Köszönöm szépen. Térjünk át az egészségügyre. Igazgatónőtől kérnek szépen egy rövid bemutatkozást. Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Jó magam, 29 éve végeztem a Szemmelweis-Orvostudományi Egyetemen. Elég régóta vagyok a szakmában. 16 évet dolgoztam a fekvőbeteg szakellátásban. A néhai központi állami kórházban kezdtem, ezt már a Szemmelweis Egyetem Budvegyi Klinikai Tömnek hívják. Mindenképpen egy jó iskola volt ott az akut betegellátásban, központi intenzív osztályon anesteziológusként dolgoztam. Majd 6 évet a Balcsi-Zsilinszky kórházban belgyógyászként, kardiológusként. Ott volt szerencsém megismerkedni a kardiológiai rehabilitációval is. Majd pedig 10 évet dolgoztam Pesszentőlincen egy járóbeteg szakrendelőben, ahol igazából a kardiológiai szakambulanciát hoztam létre, és azt vezettem, illetve 3 évig orvosigazgató is voltam ennél az intézménynél. Itt a kerületben már 9 éve dolgozom orvosként, 4 éve kaptam megbízást az intézményvezetői feladatokra, de emellett aktívan részt veszek a betegellátásban is. Milyennek értékeli kerületünknek az egészségügyi ellátását? Hát itt gondolok a szakdolgozóktól, az anyagiakon keresztül, akár az informatikai háttérig. Én azt gondolom, hogy mi is körülbelül közepes szinten helyezkedünk el. Azt tudni kell, hogy a kerületben nincsen kórház, nincsen fekvőbeteg háttér. De igazából az alapellátást és a járóbeteg szakellátást nyújtja kerület egészségügyi ellátását helyi szinten, lakosság közeli ellátásként. Azt gondolom, hogy alapellátás szinten jók vagyunk, nincsen betöltetlen házi orvosi, házi gyermekorvosi körzet, tehát mind a 39 körzet be van töltve, de a kollégáknak az átlag életkora azért magas, ugyanúgy probléma ez, mint országos szinten. Járóbeteg szakellátás szintjén, mondjuk a humán erőforrást nézzük, az elmúlt másfél évben azért jelentős fiatalitás történt. A kettős juttatás tilalmának bevezetése óta elég sok kollégát nyugdíjba kellett küldeni, és egy jelentős fiatalitás történt. Tehát, ha megnézzük, országos szinten az átlag életkor azért alacsonyabb humán erőforrás tekintetében, szakdolgozók tekintetében, mint országos szinten, de azért több mint 10% nálunk is 70 év fölötti orvosoknak az aránya, ami azért aggasztó. Van olyan hiány szakma, ahol sajnos nem találunk fiatalabbat, például reumatológia, aranyárban sem lehet már reumatológus találni, vagy ifjúsági egészségügyi ellátást tekintetében iskolaorvos szintén nehéz találni.
De azt gondolom, hogy jelen pillanatban ki tudjuk állítani azt a létszámot, amely megfelelő ellátást tud nyújtani. Természetesen sokkal többre lenne szükségünk ahhoz, hogy a polgármester úr által is bevállalt 20 napos várakozási időt el tudjuk érni, de nagyon remélem, hogy a ciklus végére ez sikerülni fog. Ennek érdekében sok lépést tettünk közösen. Jelen pillanatban is egy kapacitásbővítési pályázat van az OEP asztalán, itt már csak a aláírásra várunk, hát reméljük, hogy pozitív elbírálás alá fog ez esni. Eszközök tekintetében azt gondolom, hogy szintén jók vagyunk. Én büszke vagyok arra, milyen fejlesztéseket véghez tudtunk vinni az utóbbi években. Többek között direkt digitális röntgenkészüléket vásároltunk. Például a fogászoknak éppen tegnap sikerült megvenni az új intraorális fogászati röntgen. Nagyon modern szemészeti osztályunk van, olyan eszközökkel rendelkezünk, és olyan egynapos sebészetünk van, amely szinte betegszik a centrumok, egyetemi klinikák felszereltségével. Olyan diagnosztikai és jaglézerkészülékeink vannak, illetve olyan OCT készülékünk, ami csak egyetemi központokban van. Ezt nagyon kevesen tudják, úgyhogy ezt az alkalmat szeretném megragadni itt a reklámra. Én azt gondolom, hogy mindig van hova fejlődni. Az biztos, hogy ez a felépítmény akár kubatúra tekintetében, akár eszközök, akár humán erőforrás tekintetében, ez 50 ezer fős lakosságra alakult meg, vagy jött létre. Most 72 ezeren vagyunk, tehát mindenképpen ez egy folyamatos fejlesztést igényel, folyamatos bővítést. Milyennek ítéli meg a kerület lakosainak az általános egészségi állapotát, ha van viszonyítási alap? Hát az az igazság, hogy az egészségi állapotot ugye elsősorban nem az egészségügyi ellátórendszer befolyásolja, ez csak körülbelül 10% van, hanem egyéb más tényezők, többek között a környezet. És azért itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy visszatérek arra, amit polgármester úr az előbb említett, és én már egy többször megköszöntem neki, és méltattam azt az erőfeszítést, amit az önkormányzat az elmúlt időszakban tett, hiszen azt tudni kell, hogy a 16. kerület az egyik legélhetőbb kerület Budapesten. Tehát meg lehet nézni, hogy hány sport létesítmény készült, a bicikliút, az uszodák, parkok, játszóterek, én azt gondolom, hogy ez mind-mind nagy mértékben befolyásolja a kerület lakosainak egészségi állapotát, és az egészségtudatos magatartásnak az erősítését, és ez nagyon fontos. És egyébként az elmúlt időszakban egy jelentős paradigmaváltás következett be egyébként az egészségügyben és az egészségügyi ellátás terén, hiszen egyre inkább fontos szempont az, hogy az egyén hogyan viszonyul az ő saját egészségi állapotához, mennyiben él egészséges életet és őrzi meg saját egészségi állapotát, vagy mennyiben él önsorsrontó életet. Én azt gondolom, hogy itt azért a kerületi döntéshozók nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerület egészségi állapota nem rosszabb az átlagosnál. Én azt nem mondtam, hogy sokkal jobb, de ebbe azért nagymértékben az is belejátszik, hogy éppen mielőtt idejöttem, néztem meg, hogy például a 65 év feletti korosztály az kicsit magasabb nálunk, mint például a Budapest átlaga, mert ez 13% budapesti átlagban, nálunk 15%, tehát azért egy kicsit magasabb, de nem vagyunk a legrosszabbak, mert például a 14. kerület 17%-ban fordul elő. Viszont a fiatalok aránya szépen lassan, de láthatóan növekszik. Miután az idősebb korosztály az ilyen nagy számban fordul el a kerületben, ezért nyilván az egészségi állapotot is befolyásolja, és az egészségügyi ellátást is ők veszik leginkább igénybe. A krónikus betegségek tekintetében, népbetegségek tekintetében, akár diabétesz, hipertónia, kardiovaszkuláris betegségek, azért körülbelül az átlagos szinten vagyunk mi is. Milyen ingyenes szűrőprogramok vannak a kerületben? Hát, ami rendszeres szűrőprogram, van egy tavaszi és egy őszi szűrőprogramunk. A tavaszi az önkormányzattal együtt megrendezett egészségnapok, amit mindig április elején szoktunk megrendezni a szakrendelőben. Ez az, ami egy szélesebb körű szolgáltatást nyújt és lehetőséget a betegeinknek, hiszen minden szakmában ingyenes szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe. És a négy másik, az pedig a kertvárosi igazságok alkalmával ezt az úszoda területén szoktuk szintén egy ilyen szűrővizsgálatot. Hát ott ugye az úszodában nem lehet annyira
részletesen és mindenre kiterjedően szűrővizsgálatot végezni, de egyébként vannak életkorhoz kötötten ingyenesen igénybe vehető szűrővizsgálataink, ez bármelyik kerületi lakos igénybe veheti. Igazgatónő tagja a 16. kerületi kábítószer egyeztető fórumnak. Ez milyen csoportosulás, hogyan jött ez létre, és milyen célból? Hát azt gondolom, hogy nem én vagyok a legkompetensebb személy ebben az ügyben, hogy ebben a kérdésben nyilatkozzak, hiszen a kábítószer egyeztető fórum, ez már 9-10 éve talán létrejött a kerületben, és ugye az elnöke az a százfősebb alpolgármesterből, illetve van egy nagyon agilis KEF koordinátor, aki nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ez a fórum működjön. Természetesen én is a tagja vagyok, és igyekszem olyan munkatársaimat delegálni, vagy igyekeztem olyan munkatársaimat delegálni ebben a szervezetben, akik aktívan részt tudnak venni. Többek között tagja a addiktológiai gondozónak a főorvosa, illetve az addiktológiai gondozó pszichológusa, aki nagyon nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik ebben a témakörben, illetve iskolaorvos, és szeretnék iskolavédőnőt is ebbe a szervezetbe. A fő cél az a megelőzés és a tájékoztatás, a kerület lakosainak a tájékoztatása, főleg az iskoláskorú, veszélyeztetett korú lakosok és a pedagógusok. És hát itt szeretném megragadni, hogy megmutassam, hogy mi is készítettünk egy kiadványt, ez az Én gyermekem soha címmel. Ami nagyon fontosnak tartok az, hogy itt elsősorban nem csak drogokról, tehát a szószoros értelmében vett drogokról van szó, hanem minden olyan szerről, ami függőséget okoz. Hiszen azért azt tudva levő, hogy nem a drog, hála Istennek Magyarországon, ami ezek között a legnagyobb problémát okozza, szerintem például az alkohol, vagy a dohányzás sokkal nagyobb probléma, de legalább ilyen nagy probléma a számítógép függőség, az energiaitaloknak a fogyasztása. Mi igyekszünk minden fórumot megragadni arra, hogy ezekről az ártalmakról tájékoztassuk a diákokat, a fiatalságot, a szülőket, hogyan kell ezt megközelíteni, hogyan lehet kezelni, és hogy hogyan lehet alternatívát nyújtani annak érdekében, hogy egy drogmentes, idézőjelben drog, de mindenféle egyéb függőségmentes életet tudjanak élni. Van valami konkrét elképzelése, javaslata a szakellátás színvonalának további emelése érdekében? Hát, mint mondtam, soha nem lehetünk elégedettek, tehát mindig van hova tovább fejlődni. Hát, amit az előbb is említettem, ugye ez a 20 napos egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, ez mindenképpen egy nagyon közeli cél, és azt gondolom, hogy egy mindenképpen kívánatos, mind a fenntartó, mind a betegek részéről egy kívánatos cél, amit el kell tudnunk érni. De természetesen vannak további fejlesztési lehetőségeink és elképzeléseink is, folyamatos kapcsolatban állunk egyébként polgármester úrral is és az önkormányzattal. Vannak olyan területek, amik itt nincsenek a kerületben, például a rehabilitáció. Nekem egy nagyon nagy álmom, hogy egy kardiológiai rehabilitációt érte tudjunk hozni. Aztán például nincsen mammográfia, nincsen mammográfiás vizsgálat, amit szeretnénk a közeljövőben szintén kifejleszteni. És ami szintén egy közeli cél, és gyakorlatilag itt állunk a kapujában, az az egészségügyi intézményi akkreditációnak a megszerzése. Nyugat-Európában már csak úgy köt az egészségbiztosító szerződést egészségügyi intézményekkel, hogyha megszerezték ezt az akkreditációt. Nálunk ez most van kifejlesztés alatt, mi részt vettünk ebben a TÁMOP pályázatban, ennek az egésznek a kidolgozásában most már csak a jogszabályi háttérre várunk, és nagyon remélem, hogy 2016-ban sikerül az intézményünknek ezt az akkreditációt megszerezni, mi elsősorban a betegbiztonságot tűzte ki célul. Igazgatónőnek valami konkrét kérdése, javaslata polgármester úr felé? Hát mi is egyébként napi kapcsolatban vagyunk, és általában frissen melegében szoktuk megbeszélni a problémákat, és igyekszünk ezt orvosolni. Ami a jelen pillanatban a legnagyobb probléma az, hogy ezt a szakrendelőt ezt kinőttük. Az input, a beáramlás és a helyi lakosoknak az egészségügyi ellátás irányába történő igényei és az igénybevétel az egyre inkább nő. És ezt már gyakorlatilag ebben a méretben ilyen
szakrendelő létszámban nem tudjuk kielégíteni, úgyhogy hosszú távon mindenképpen ennek a fejlesztése az, ami kívánatos lesz. Még egy épület. Hát nem is épület, de szint hozzáépítés. Ezt már hallottam többször. Igen, tehát ezt hosszú távon biztos, hogy ilyen igénybevétellel ezt nem fogjuk tudni kielégíteni. Hát remélhetőleg polgármester úr pozitívan fogja ezt a kérést akceptálni. Igen, a stencilgép működik már a pincében, szereztem hozzá papírt, meg festéket, úgyhogy nyomjuk rajta a bankot. De ezt kapitány úr nem hallotta, mert állítólag ez büntetendő, ez csak a vicc része volt, de igen, hát próbálkozunk. Az egészségügy az kiemelt terület nálunk. Van nekem ez a 2016 vállalási pontom mindig a választásra, és ebből az első négy az egészségügyel foglalkozik, úgyhogy valóban. Ebből talán a legfontosabb ez a várakozási idő csökkentése, hogyha ez kell még hely, meg orvos, akkor igyekszünk ezt biztosítani. Persze a hely az a nehezebb, mint az orvos. De hát nincs olyan, hogy lehetetlen. Jó, hát kimerítettük a mai témánkat, úgyhogy köszönöm szépen mindannyiuknak a megjelenést. Köszönjük szépen.